szerepet játszott a rendszerváltás utáni magyarországi református egyháznak a kialakításában. Farkas Lajos, az Interciza Múzeum igazgatója, Márkus Mihály nyugalmazott püspök munkásságáról beszél. Az ő előadásában ismerkedhettek meg az érdeklődők a református egyház történetével. Egyház működéséből, születéséből, kialakulásából, növekedéséből, visszafejlődéséből logikusan semmi kommunizmus nem következik. Márkus Mihály elmondta, ma emberének az egyik legfontosabb feladata a vallásos identitás újraépítése. Hitbeli vallásos kérdésekben minden nemzedéknek újjá kell teremteni a maga formáját. Tehát most csak példáként mondom, én annak idején a teológiai tudományokból szereztem doktorátust. Ezt egyik gyerekem se örökölte. Tehát, mert ezt nem lehet örökölni. Na most az Istenbe vetett hitet nem lehet örökölni. Ezt minden nemzedéknek újra át kell élni, föl kell építeni a maga belső, most mondom ezzel a divatos szóval, vallásos identitását. A reformáció a 16. században a fennálló állapotokkal szemben megfogalmazott kritikából indult útjára Luther Márton vezetésével. Márkus Mihály szerint az eltérő szemléletmódok miatt minden egyháznak megvan a saját hagyományrendszere. Mindegyik egyháznak megvan a maga hagyományrendszere, amit többé-kevésbé igyekszik továbbadni, ezt érvényesíteni. Na most a híveink szempontjából van, aki összehasonlít, és azt mondja, ez nekem szimpatikusabb, vagy nem szimpatikusabb, de igazából az, hogy ilyen céllal csinálnák az egyházak, és hogy csábítanák egymás híveit, én ilyet legfeljebb nyomokban lehet érzékelni, mert már a 970-es évektől kezdve kezdtek rájönni az egyházak, hogy a fő problémáink nem egymással vannak. Hozzátette, az egyházak életében világszerte okoz problémát, miszerint egyre több ember szakad el az egyházi intézményektől, ezáltal egyre nő az egyházhoz nem tartozók aránya.